Az infláció és az egyre növekvő árak arra késztetik a cseheket, hogy külföldön vásároljanak, főként Lengyelországban. Az ottani boltokban akár 30%-kal is olcsóbbak az árak, ami nem csak az élelmiszerek, gyümölcsök és zöldségek esetében nyilvánul meg, hanem a ruházati és elektronikai cikkek vagy a bútorok esetében is. Ez a nő azt mondja, általában hetente egyszer jönnek át Lengyelországban, mert itt vagy olcsóbbak a termékek, vagy ugyanolyan drágák, de jobbak. Ugyanabból a pénzből itt megtöltöm a kosaram, ami otthon Csehországban csak félig lenne, mondja ez a férfi. A magas infláció Csehországban a koronavírus járvány és az ukrajnai háború okozza, amelyek csillagászati magasságokba emelték az energiaárakat, bár az infláció közel 30%-ról mintegy a felére esett vissza, még mindig az egyik legmagasabb az OECD országokban. Ez a gazdasági szakember azt mondja, nem csak az infláció volt nagyon magas, de ami szintén aggasztó a csehek számára, hogy a bérnövekedés közel sem elég magas ahhoz, hogy ellensúlyozza az inflációt. Az ügyfelek száma alapján legnagyobb csehbank a Česká spořitelna a lengyelországi kártyás vásárlások adataiból kiszámolta, hogy a cseh állam idén mennyi adóbevételtől esik el. A bank szóvivője úgy fogalmaz, hogy a veszteséget mintegy 3 milliárd cseh koronára becsülik. Az erős cseh korona is hozzájárul ahhoz, hogy a csehek egyre gyakrabban vásárolnak a környező országokban, így Németországban, Ausztriában és Szlovákiában is. Csehországban nem csökken gyorsan az infláció, az árak így változatlanok maradnak, vagy egy kicsit emelkednek is. A határ lengyel oldalán ezért továbbra is számíthatnak a cseh vásárlókra, mondja az Euronews helyszíni tudósítója.